Mater rektora úgy fogalmazott, még jobban felgyorsult a technológiai fejlődés, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar csúcs technológiai ágazattal vált, és olyan fejlesztések indultak meg, amelyek révén néhány éven belül elavul a megszerzett tudás. Professzor Gyurica Csaba hozzátette, például a háború és a járvány következtében is teljesen másfajta felkészültségre, életformára lesz szükség a következő évtizedekben, mivel egyre több embert kell ellátni a világban élelmiszerrel, egyre kisebb rendelkezésre álló területről. Szerinte a közeljövőben dől el, hogy a világunk a technológiai paradicsom vagy az ökológiai katasztrófa irányába tart, és a most pályájukat kezdőkön múlik, mit sikerül kihozni ebből a dilemmából. Nagy Bálint államtitkár országgyűlési képviselő azt mondta, Keszthely egy olyan város, amely ismeri a gyökereit, s a jelen feladatai között elsőként tartja számon, hogy ebből a múltból jövőt is kell építeni. Szerinte a Georgikon, valamint a város és a térség jövője elválaszthatatlan egymástól, és örömteli, hogy olyan szakok is indulnak, amelyek korábban nem szerepeltek a képzési kínálatban. Dr. Rózsa László, a Georgikon Campus főigazgatója kiemelte, a 225 éves intézmény ma is élő tradíciót jelent a magyar agrároktatásban, és nagyon fontos, hogy ezt az örökséget megőrizzük és kamatoztassuk. Az integráció célja pedig az, hogy világszínvonalú intézmény jöjjön létre, felhasználva azokat a tapasztalatokat is, amelyek a Georgikont eddig is ismerté és elismerté tették, hangsúlyozta a Campus első embere.